És itt van Vicsepi Natália, önismereti tréner. Jó reggelt kívánok! Ezekről mindig érdemes beszélni, mert érdemes a problémákkal foglalkozni, meg kell is, hogy aztán meg lehessen oldani, mert a legtöbb probléma az megoldható probléma. Így van. Most itt vagyunk, pont elkezdődött a nyár. Ilyenkor mik azok, amik akár előtérbe kerülhetnek, problémák? Ugye tavasszal is beszéltünk hasonlókról, amelyek a párokat érintik adott esetben. Hát jön az időszak, hogy a gyerekek otthon maradnak az iskolából, újra együtt a család, megyünk nyaralni, és kijönnek azok a feszültségek, amit nagyon szépen munka közben a szőnyeg alá söprünk. Az, ami nagyon érdekes látvány most az utolsó időben és a párkapcsolatok terén, aminek a végeredménye az, hogy majd elválunk, és akkor mozaik családok születnek, és most már erre kell fókuszálni és figyelni, hogy ebből, hogy kihozni a legjobbat, az, hogy kétfajta viszonyulási mód van egymáshoz, tehát ez most már nagyon élesen látszik a párkapcsolatokban, az elvonulásokon. Én azt mondom, hogy van a feltételes kapcsolat, meg a feltétel nélküli, vagy a véges játszma, vagy a végtelen játszma a párok között. A feltételes az, hogy érdek húzódik a mögött, hogy a párok együtt vannak. Tehát, hogy mindig ott van, hogy azért vagyok vele, mert itt ezt tudom megkapni, azért vagyok vele, mert az ingatlanok, a vagyon, tehát nagyon sok párkapcsolatban, természetesen ezt nem valljuk be, már csak a terápiák folyamán jön ki, hogy azért választotta a másikat, mert hozzá van a mert. És ezek a véges játszmák, aminek a végeredménye utána a vállás, ugyanis ha nem érjük el azt, amit akarunk, akkor ráadásul még haragszunk is egymásra, de ha elérjük, amit akartunk, akkor attól persze kezdve az a cél ki van pipázva, és vagy találunk egy új célt, amiért érdemes együtt maradni, vagy pedig elválnak a párok. És én inkább arra szeretném ösztönözni a párokat, hogy menjünk vissza az alapokhoz, ami a házasságnál lényeg lenne, az pedig a feltétel nélküli elfogadás. Tehát, hogy ne úgy menjünk bele egy párkapcsolatba, hogy milyen autója van, meg mennyi van a bankszámlán, és van-e 8 kocka a hasán, mert ez nekem prioritás, hanem próbáljunk a szívre hallgatni, és mikor ott van ez a szerelmi érzés, ami egyre tovább, annál nehezebb leírni a ma élő emberek körében, mert már annyira félretettük ezt a szerelem témát és érdekből gondolkodunk, tehát ha ott az a szerelmi érzés, akkor én azt mondom, hogy arra bátran lehet stabil alapokat építeni, és elvárások nélkül tanuljanak meg a felek csak játszani egymással. És ha az a játék örömteli, ha az a játék tetszik mind a kettőnek, akkor ott azokban a házasságban látjuk azt, hogy a következő generáció is gyönyörű példát és mintát kap arra, hogy van értelme. Úgyhogy arra biztatnák mindenkit, hogy szerelem alapú házasságban éljenek. Ez nagyon fontos volt itt a végén, amit mondott, mert hogy a gyerek például ezt a mintát látja otthon, és ez hatással van az ő egész életére. Így van, pontosan. Tehát nagyon sokan azt mondjuk, hogy nem azt csináljuk, mint a szüleink, mert mi már másképp fogjuk. Mert látjuk a szülőket, és nem tetszik a látvány. Tehát nem abban nőtünk föl sajnos, hogy a szülők ölelgetik egymást, pusziszkodnak, vagy esetleg csókolódnak a gyermekek előtt, mert ez ilyen privát szféra, ezt nem mutatjuk, és a gyerek nem érti, hogy mindenünk megvan, akkor miért nincs boldogság. És a gyerekkorban még azt mondja, hogy én nem így fogom csinálni, majd nekem szeretet alapú lesz az én kapcsolatom, de mivel nincs rá minta, akkor el szokom magyarázni a szülőknek, hogy kitől tanulta volna meg a gyerek másképp, ha ti ezt nem mutattátok meg. Ugye nagyon fontos, hogy vállaljuk fel a szerelmet a gyerekek előtt is, és kicsit néha le kellene ülni, és a nyár ez egy fantasztikus időszak arra, kirándulásokat, egy kicsit le kell ülni és beszélgetni arról, hogy milyen értékeink vannak nekünk ebbe a párkapcsolatba. Tehát mi az, amilyen családi érték, ami nekünk nagyon fontos, amihez akkor is ragaszkodnánk, hogyha nem tudom, mi történne, ezeket az értékeket kellene tudni felállítani, és ha értékek megvan, utána bizalmat adni egyik a másiknak, hogy az alapján, az értékek alapján fogjuk csinálni a mi családi életünket. Vicsepi Natália, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, nagyon hasznos volt mindenkinek, úgy gondolom.